nagy zsenit, úgy tégy, mintha örökéig élnél. Úgy tégy, mintha örökéig élnél. Úgy folytasd minden dolgodat, mintha már semmitől se félnél. Az elmúlás se riogat, mert nem lehet fölérni észre, hogy jön a perc, s mindent bevégzel. Megszűnsz létezni, nem leszel, mintha soha se lettél volna. És ez lenne minden élők sorsa. Ne gondolj erre, nem szabad, csak folytasd minden dolgodat, úgy tégy, mintha örökig élnél. Hinned is kell, hogy így igaz, megérik majd munkád gyümölcse. Kertedből kipusztul a gaz, teremtő zápor hull a földre. Jogod van fényre, örömre. Sokkolom, jó napot kívánok, szervusztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásukat. Remélem, igazán jó szórakozást tudunk mindenkinek nyújtani, és külön gratulálni szeretnék a kitüntetetteknek. Én azt gondolom, hogy 1991-ben nagyon jó határozatot hozott a többi mellett az ENSZ, hogy az időseknek október 1-én tartsanak egy idősek világnapját. Ez az idősek világnapja azóta mi mindig megünnepeljük, és úgy gondolom, hogy ez a 11. amit itt tartunk mi, mindig nagyon jó hangulatot hozott, és nagyon szép emlékeket. Kívánom, hogy ez ezután is úgy legyen. Köszönjük, tisztelt uraim, kedves szegediek, kedves szépkorúak, először is engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket egyrészt saját magam nevében. Másrészt engedjék meg, hogy Botka László polgármester úr jó kívánságot is tolmácsoljam önöknek, és hát van egy szegedi képviselő testület, tenni sok képviselővel is, önök is jó kívánságokat, vagy ők is a jó kívánságokat küldjük önöknek. Valóban, ahogy Boros Gyula idősügyi rendelkezés elmondta, az ENSZ 1991-ben nyilvánította az idősek világnapjává október 1-jét, és hát ma azt tudjuk, hogy több mint 600 millió 60 év feletti nyugdíjas él a világon, és bizony-bizony oda kell figyelni erre a társadalomra, mert akár 2025-re ez a szám meg is kétszereződhet, úgyhogy a mindenkori kormányoknak, az egyes nemzetállamoknak ebben nagy felelőssége van, hogy a társadalomra hogyan is működik központosít. Hagyományánál vált természetesen, és ezt is elmondta Boros Gyula, hogy immár 13. alkalommal kerül megrendezésre itt Szegeden is az idősek világnapja, és ilyenkor mi, fiatalok, felnőttek, politikusok, városvezetők tiszteletünket, szeretetünket és megbecsülésüket kívánjuk kifejezni mindazoknak, akik hosszú, de munkában eltöltött évek után van is köztünk vannak. Én azt gondolom, hogy maga az időskor, mint olyan meghatározhatatlan. Azért gondolom, mert én nagyon sok helyen voltam az elmúlt időszakban, nagyon sok klubnak az aktivitását végigcsináltam, kísérni, nagyon sok programon részt vettem, és azt kell mondjam önöknek, hogy ha önök kitűztek egy célt vagy egy feladatot, akkor én azt láttam, hogy önök képesek voltak hegyet megmozgatni. Ha a másik oldalról nézem, a mai modern és fiatal társadalom pedig, hát aktivitásból sokszor nem vizsgálni kell este, hiszen a modern kütyük világába képesek zéro aktivitással egész nap gépeket nyomni. Tehát én ezért mondom azt, hogy ha én most önöket nézek, akkor én nem idős embereket látok, hanem csupa aktív, tevékeny, lelkes embert, akik egy óriási erőt képviselnek, akik egy közösséget alkotnak, és akikre azt gondolom, hogy méltán és büszkén tudunk támaszkodni. És hát mire is lennénk mi önök nélkül? Hát hova lennénk a javaslataik, véleményük, elképzeléseik nélkül? Én azt gondolom, hogy az önök bölcsessége, tapasztalata, a mi dinamikus, fiatalos fellépésünk együtt alkot egy közös egészet, és én azt gondolom, hogy együtt, közösen sokkal vagyunk képesek. De ez a megbecsülés, ez számomban is meg kell, hogy jelenjen. Ugyanek én nem szoktam politizálni, de vérlázítónak tartom azt, hogy 0,9%-os médiában is lesz szükség. Ha egy kormány ennyire tiszteli meg azt a társadalmat, aki ezt az országot, ezt a várost felépítette, akkor azt gondolom, hogy az méltánytalan önökkel szemben és az egész társadalommal szemben. Önök ugyanis ezt az időt megszolgálták. Az országot felépítették, és nem gondolom, hogy ilyen méltánytalan helyzetbe kellene hozni önöket. Pedig önök képesek szeretetet nyújtani egymásnak, embertársaiknak, és erkölcsi példát nyújtanak számukra, munkaszeretetből, kitartásból és szorgalomból. És ezek nagyon fontos dolgok. Nekünk fiataloknak pedig igazából csak erre az útra kell rájönni. De bármennyi dolog is
elvégeztetett, én azt gondolom, hogy mindig vannak új feladatok, és mindig vannak új célok, és ez nagyon helyes. És ha vannak új feladatok, új célok, akkor járunk el jól, hogyha erre összpontosítunk, és hogha ezen feladatok elvégzésénél nem arra figyelünk, hogy hogyan tudjuk egymást félelemben kelteni, vagy gyűlöletet szinteni, hanem arra figyelünk, hogy ember és ember között ne az alapján tegyünk különbséget, hogy ki milyen vallású hitűnézetű, hanem az alapján, hogy ki milyen tehetséges, szorgalmas, és ki milyen teljesítményű. És hogyha ez lesz a motiváló tényező, akkor azt gondolom, hogy óriási sikereket leszünk képesek. És végezetül engedjék meg, hogy néhány szót a Szeged Idősügyi Tanácsról is szóljak. Itt szeretném megköszönni évek óta tartó munkájukat. Azt gondolom, hogy az a 12 000 nyugdíjas ember, az a 67 szervezet és az a Senior Center, ami koordinálásával évről évre nagyon változatos kültér és beltéri programok egyaránt megvalósulnak, az példaértékű. Ehhez az önkormányzat természetesen a nehéz forrásaihoz képest is időről időre azért támogatást biztosít. Ebben az évben 15 millió forintot biztosítottunk arra, hogy akár a Senior Center, akár az idősügyi klubok működése, akár az idősügyi klubok programjai megvalósulhassanak. Azt ígérni, hogy ezt több lesz, nem tudom, de azt ígérni biztosan tudom, hogy ez a pénz jövőre is rendelkezésre fog állni. Meglátjuk, hogy jövőre milyen anyagi helyzetben lesznek az önkormányzatok, milyen anyagi helyzetben lesz Szeged városa, de biztos vagyok benne, hogy erre a feladatra, amit önök kezdtek, amivel ezt a várost építik, mindig találni fogunk forrást. Ezzel zárva soraimat engedjék meg, hogy még egyszer tiszteletemet fejezzem ki önöknek, nagyon jó egészséget kívánjak önöknek is, családtagjaink számára, és köszönöm. Thank you.
mosolyogni tessék, persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de bujkáljon bennünk a mosoly, minden eshetőségre készen, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly a meggyőződésem szerint mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fény, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.
csúnk az egyhely ragnát, puncsiklak bennyem a smocogát, aztán újra halkan csendek a szívünknek,